pásztort azért szólni, mert furcsa hangzik az, hogy nemzetközi és magyar. Aki ezt a versenyt ismeri, annak ez a fogalmazás világos, de talán nem teljesen ismert mindenki számára. Ugye a Magyarországot olyan tettek veszik körül, ahol magyar nyelven beszélő emberek léteznek, és olyan matematikai verseny született ezelőtt 25 évvel, ahol a környező országokból magyar nyelven matematikát tanuló diákok vesznek ebben a versenyben részt, és a verseny elnevezése ebből alakult ki. A verseny történetéről szeretnék először egy keveset szólni. A történet az 1991-re nyúlik vissza. Akkor Szegeden volt a Rászlászló Vándorgyűlés, és Bence Mihály és Olány György vezette fel azt, hogy egy ilyen matematika versenynek létjogosultsága van, magyarul legyen egy olyan matematika verseny, ahol a Kárpát-medence magyar anyanyelvű diákok versenyeznek. Az volt a kérdés, hogy ez a javaslat ez vajon elfogadást jele és megvalósul-e. Egy év telt el, és 92. április 9-e és 12-e között Komáromban, Révkomáromot szoktak mondani, és eddig én is mindig Révkomáromot mondtam, de utána néztem a történetnek azzal, hogy én már készültem, és kiderül, hogy a Komárom név az jobb, mindjárt mondom majd, hogy miért. Ugyanis igaz, hogy a versenynek a házigazdája a Révkomáromi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium volt, de a magyarországi Komárom részen is voltak események, ezért mind a Komáromnak mind a két részén voltak események. A megnyitóból, Olány Györgytől idézem a következőt, régóta éreztük, tudtuk, hogy a meglévő matematikai versenyek mellett szükség van egy ilyen szélesebb körű rendezvényre, ahol különböző országokban élő magyar fiatalok találkozhatnak, összemérhetik tudásokat és elősegíthetik a gyűlés tartozásokat. És Reimann István bezáró szavaiból is idézek, a két helyszín közötti Dunahidon naponta többször is átkelve éreztük, talán először igazán, hogy ez a híd úgy kapcsolhat össze embereket és országokat, hogy azt a jövő Európájában elképzeljük. Ez ugye 1992-ben volt, ha azokra a történelmi időkre visszagondol valaki, akkor ezek nagyon időszerű szavak voltak akkor, lehet, hogy ma is. Ezekkel a mondatokkal indult ez ennek a versenynek a kezdete, és ma már a verseny az úgy bonyolódik, hogy 5 régióból érkeznek versenyzők és nyilván hozzájuk tartozó tanárok. Népsorban soroltam föl, Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Magyarország. A versenynek a történetéről Kántor Sándor érte, Kalmár Sándor és Kalmár Kántor, ezt elírtam, bocsánat, a jót mondok és a tosz, nyilván a Kalmár verseny hibája, tehát Kántor Sándor és Kántor Sándor könyvéből lehet olvasni, és én is sok mindent innen megtettem. A korábbi versenyek azt kell tudni, tehát első Komáromban volt a 24. Szabadkán. Minden egyes városnak a neve és a hozzátartozó történet, illetve a verseny feladatok és azoknak a megoldásai megtalálhatóak a Berzsenyi Dániel gimnáziumnak a honlapján ezen a hivatkozáson. Úgy zajlottak ezek a versenyek, hogy egy magyarországi, egy határon túli helyszínen. Az a kérdésem, hogy ki mit gondol, hogy hányszor volt az elmúlt 25 évben Budapesten ennek a versenynek a megrendezése? Egyszer sem. Tehát a mostani 25. verseny volt az eredeten. Ez a verseny Budapesten a jubileum alkalommal megrendezésre került. Úgy gondolom, hogy ez a verseny kicsikét lehet, hogy haza is érkezett a 25. jubileum alkalommal.
A versenyt március 11 és 15 között rendezte meg a főváros. A Bezsényi Dániel gimnáziumban a gazdája Menecsú István, a Fazekasodák gimnázium részvételi Kis Géza volt a gazdája. Nyilván sok tanár, sok iskolás dolgozója segített abban, hogy ez egy nagyon színvonalas és nagyon gazdag programmal lezajló verseny legyen. Először talán a versenynek a logójáról mondanék egy-két gondolatot. Hát a logót azt itt megrengettem egy kicsikét a pólón is. Amikor én ezt a pólót láttam, akkor Eschernek a képei, illetve képei jutottak eszembe, és hát akkor még nem gondoltam, hogy itt ma előadni fogok, és ezt ugye elraktároztam magamnak. Akkor, amikor készültem, úgy voltam, hogy azért megkérdezem Kis Gézát, mert ugye akkor, amikor egy versen azt mondják, hogy a költő arra gondolt, akkor ugye bár, ha mi vannak kortársak, akkor azért lehet, hogy azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy így van. Én egy e-mailben megkérdeztem a Kis Gézát, és azt mondtam, hogy hát ő nem tudja, de a Nemecskó István megkérdezi, és a következőt tudom ma a logóról. Pályázatot írt ki a két iskola, erre közel 50 terv született. A nyertes ezzel a logóval Kovács Márti, a Bezsényi Dániel gimnázium 9. évfolyamos specmatos diákja volt, és nem a Eschér kép ismeretében rajzolta, hanem a rajzórán neki kockából kis kockákat kellett kiválni, és ez adta az inspirációt arra, hogy milyen logót készítsen. Érdemes ezért elgondolkozni azon, hogy mi az, ami egy ilyen kivágással ebből valóban ilyenségbeli kép keletkezhet, és mi az, ami nem. Azért nem akarok belemenni, mert sok minden mondani valóban, de azért ez a kép is azt mutatja, hogy sík van, tudunk olyasmit rajzolni, ami a térben nem egészen úgy néz ki, és ez adja a varázsát sok síkbeli ábrának is. Szépen sikerült szerintem a logó. A program nagyon gazdag volt. Volt parlamenti látogatás, a Tudományos Akadémia fogadta a résztvevőket, és ott egy nagyon szép megnyitó volt, opera látogatás, hajókirándulás, diák előadás, és még sok minden más, és emellett még a verseny is. Néhány képet mutatnék, tehát itt a parlamenti látogatásról lehet látni. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt, hogy Lovász László vállalta megnyitót a Tudományos Akadémián. Úgy gondolom, hogy Bence Mihálynak a képét is érdemes megmutatni, mert ugye az egyik, és ma már az ő az élő ötletgazdája ennek a versenynek. Ez az egyetlenítetésen, amikor az egyik diáknak átadja a jutalmat, és akkor kezdjük közeledni a versenyhez. Én olyan módon kerültem közelebb ehhez a versenyhez, hogy zsűritagnak kértek föl. Ennek a zsűrinek az elnöke Freud Robert volt, a tagok Bezsényei Ádám, Gróf Andrea, én és Huszon Gábor. Akkor, amikor ezt a feladatot elvállaltam, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon szép feladat. Versenybizottságban már voltam, tudom, hogy körülbelül miről van szó. Egy kis aggodalom volt bennem, mert ugye 4 évfolyamra 6 feladat, ez 24 feladatot kell majd kiválasztanunk, és úgy gondoltam, hogy hát hogyan lesz majd 24 jó feladat ehhez a versenyhez. De úgy voltam, hogy majd az élet mindent megold. Az a szokás, hogy a régióból a tanárok javasolnak feladatokat. A második feladat akkor jött, amikor megjöttek a feladatok, és több mint 150 feladat, és ezek utában az volt a kérdés, hogy ebben a 150 feladatból hogyan lehet 24 jó feladatot kiválasztani. Nem értetlen, megoldottuk, de azt hiszem, hogy úgy tudnám fogalmazni a történetet, hogy minél hevesebb a küzdelem, annál értékesebb a győzelem. És akkor ezek után úgy gondoltam, hogy a mai előadásnak a fő témája az legyen, hogy minden egyes évfolyamról választottam egy kicsikét szubjektíven egy-egy feladatot, és azzal kapcsolatban a megoldásokkal kapcsolatban egy-két gondolatot mondanék el.
mindig azt is mondom majd, hogy milyen szempontból választottam. A 9. évfolyamon a 4. kap, tehát ez azt jelenti, hogy nem a legkönnyebbek közé soroltuk, egy egyenlőszámú háromszög, alapokvető szögének felezője, kétszer olyan hosszú, mint a szárak szögének felezője. Mekkorák a háromszögnek a szögét. Hogyha ezt egy ábrán nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy ez a szögfelező kétszer akkor, amíg ez a szögfelező. Ez a feladat úgy gondoltam, hogy olyan geometriai feladat, amelyik nem túlságosan nehéz gondolatokat fog tartalmazni, de mégis valamilyen módon, hogy hogyan fogok én meg egy-egy jellegzetes sorozat és jellegzetes összefüggést, arra többféle módot lehet mutatni. Egyrészt a Vási Bizottság is talán több megoldást, de a diákok dolgozatában is találtam olyat, amiről érdemes így beszélni. Hogyha egy szakasz kétszer akkora, mint egy másik, hogy nyilván azt gondolja az ember, akkor a kisebbet duplázzuk meg. Milyen módon lehet a kisebbet megduplázni? Hát mondjuk lehet úgy, hogy nagyítjuk. Ez az ábra most azt mutatja, hogy ebből a pontból ezt a szakaszt nagyítjuk, akkor ezt a szakaszt kapjuk. Hogyha az alapokvető szöget alfával jelöljük, akkor ugye így megfelelő módon a szög, tehát a feleszték ott az alfa szög található, ha még szögű háromszögünk van, akkor ott a felső szög az 90-alfa. Ha ez egy egyenlőszálú háromszög, akkor az is 90-alfa. És tudjuk azt, hogy bármely háromszögben a háromszögnek a külső szöge megegyezik a vele nyomszomszédos két belső szögnek az összegével. Tehát a 90-alfa, itt a D-pontnál lévő 90-alfa, az megegyezik ennek a kettőnek az összegével. Ebből adódik az alfa szögnek a nagysága, és ugye még a másik szöget is kérdezte a feladat. Tehát itt nagyítással dupláztuk meg a szakaszt. A másik dolog, megduplázhatjuk úgy is, hogy tükrözünk. Hogyha tükrözünk az AB szakaszra, tehát AB szakaszra tükrözünk, akkor ez a szakasz, tehát a C vesző szakasz, lesz egyenlő az AB szakasszal. És egy rombuszt tartunk, a rombusznak a szemben lévő oldalai párhuzamosak. Most úgy betűztem a szöveget, amit nagyon sokszor érdemes megtenni, hogy a félszöget számolom, hogy a felét jelöl betűvel, és elgondolkozunk az, hogy akkor mi is történt itt. Ugye tudjuk akkor, hogy ez a három szög, meg ez a három szög hasonló, akkor nyilvánvalóan ugyanannyi része esik fölőre és alulra. Azaz, ez a kis három szög és ez a kis három szög is, egyenlőszálú háromszög. Itt három alfa szerepel, ezzel váltószög ez a három alfa. De ez egyenlőszálú háromszög, akkor ez is három alfa. De ez szögfelező volt, akkor ez is három alfa. Akkor az eredeti háromszögben minden szögnél alfával, minden csúcsnál kifejeztük alfával a szögeket, azaz összesen 10 alfát kaptunk ott, akkor egy alfa az 18 fok, a belső szög akkor annak a kétszerese, azaz 36 fok, hogy az előbb is látod. Körülbelül a belső közösségnek a megoldásaiba ez a falat nem egészen ilyen módon szerepelt, ez már egy nyárt ötletnél van kombinálva, de utána találtam a 6. helyzetnek a megoldásában, talán az a legegyszerűbb ezekhez képest. Ugye mi most azt csináltuk, hogy a kisebb szakaszt dupláztuk. Hát megtehetjük azt is, hogy a nagyobbat felezzük. És hogyan lehet a nagyobbat felezni? Ugye a felezésre a középvonal az, ami egy jó gondolat. Azaz húzzuk be ezen a ponton keresztül, húzzunk párhuzamost ezzel a szakasszal. Akkor azt mondjuk, az AD-nak a felét kaptuk, és akkor ez a szakasz egyezik meg ezzel. Itt is ugye egyállású szögek, alfa, két alfa, külső szög az három alfa, és akkor ebben a három szögben
az ott 90 mínusz két alfa, ez itt 3 alfa, ennek a kettőnek kell egyenlőnek lennie, tehát akkor az alfaszög az 18 fok lesz. Tehát a 9-es sorokról ennyit mondani. A 10. évfolyamnak az 5. fokozatnak az 9. hának akarata. Úgy voltam vele, hogy őtőle mindenképpen választott egy patron, ezért, mert a verseny előnyükje, nem csak ezért. Akkor, amikor a javaslatokat kaptuk, akkor kaptunk egy olyan fájt, amelyik 45 oldal körülbelül, kézzel írva és angol nyelven, és a fatokkal teleírva. Én ezt a fájt utoljára tettem az átnézésre, és ugye először szívemhez kaptam, de nagyon jó fatok voltak benne, ezt a fatot választottuk belőle. És különben is jó az ötlet, tehát a M plusz 1 darab különböző, bizonyosuk meg, hogy M plusz 1 darab különböző két ennél kisebb pozitív egész szám közül, kiválasztható három különböző, hogy ezek közül kettő összege megjelzen a harmadikkal. Ha a szövegeket olvassuk, akkor azért sok emberben az ötlik föl, hogy nyilván van ez a skatujjára vonatkozott fordal, csak azt kell megkeresni, hogy hol van az a mondra, hogy a skatujjára megtaláljuk. És hogyha két szám összege egyenlő egy másikkal, most vagy ezt tudjuk bizonyítani, vagy azt tudjuk bizonyítani, hogy kettőnek a különbsége megjegyzik a harmadikkal. Vegyünk akkor két n darab számot, mint a következő módon. Először vegyük majd fogok beszélni, hogy miért nem egyenlő, hanem kettővel kezdjük. Tehát A2-A3-A1 plusz 1, ez n darab szám. Utána ezekből vonjuk ki az A1-eket. Ez szintén n darab szám, ez két n darab szám. És ugye azt is tudjuk, hogy mivel sorba vettettük, tehát úgy, hogy a nagyságrendben írtuk, az azt jelenti, hogy mivel mindegyik szám kéten plusz egynél kisebb volt, ezért hogy a két ember a számon van, akkor kell kettőnek egyenlőnek lennie. Ezek között nincs egyenlő, hiszen különbözők a számok. Ezek között szintén nincs egyenlő, mert mindig egyet vontunk belőle ki. Akkor ha van egyenlő, akkor a két típusból kell egyenlőnek lennie. Azaz, ha valamelyik ák az egyenlő A-A1-jel, tehát megvasolva felülsőben van a különbség, hogy átrendezzük, akkor AK+A1 az egyenlő A-M-el. Itt még egy dologra figyelnünk kell, hogy két különbözőnek az összegekkel megegyezzen. Az AK nem lehet A1-del egyenlő, hiszen ide nem vettük be az A1-et. Tehát ezért kezdjük az A2-vel, azaz ezek, tehát ilyen módon találjuk meg azt a kettőt, amelynek az összege megegyezik a harmadikkal. Érdemes megjegyezni azt, hogy a egyik versenyző azt is megmutatta, hogy ez az állítás az éles, és azt mondta, hogy legyen az n darab szám, legyen egy szám, n plusz 1, n plusz 2, kéten. Tehát tegyük, hogy az állítás nem éles, n darab szám esetében is igaz az állítás. Ő ad n darab számot, n plusz 1, kéten plusz 1, és akkor azt látjuk, hogy ha a két legkisebbet összeadjuk, ennek is az n plusz 1, az 2n plusz 1, az már nagyobb, mint bármelyik szám, tehát biztos, hogy nem lehet kettőnek az összeg egyenlő egy harmadikkal. Akkor 11. évfolyamnak a feladata. Egy másik fal, ezt azért választottam, mert ez okozta a legtöbb vitát a zsúri tagjai között, és a elég, hát több nap ott vett igénybe, hogy ez a feladat bekerüljön a feladatok közé. Ez a második feladat, ez egy könnyű feladat. Hát annak számítunk, hogy tényleg könnyű feladat, olvassuk el. Egy interneten lehozott bajnokságon minden résztvevő minden második résztvevővel pontosan kétszer játszol. Egy mérkőzésen a győztes 2, a vesztes 0 pontot kapott, és döntetlen esetén mindkét játékosnak egy-egy pont jár. A világos ez is szokott lenni. Akkor a következő, az eredményesre összeállítói meglepve tapasztalták, hogy az utolsó helyezett kivételével minden versenyző pontszáma mutatódik, hogy közvetlenül mögötte lévő pontszámához mindig ugyanazt a páros számot hozzáadjuk.
A győztes 2016 pontot szerzett, hányan vettek részt a versenyen? Kócsánról is tanulnának a feladata. Ha belegondolunk, akkor ez egy rendes 11-es feladat, számtani sorozat, össze kell adni, előbb-utóbb kijön, nincs ebben semmi bac. Jó második feladat. A következő, hogy hát nézzük akkor a megoldást. Ugye legyen egy versenyző, enszer 1-1 mérkőzésen, ugye nem kell kettővel osztani, mert két mérkőzést, tehát oda-vissza játszanak, akkor minden mérkőzésen két pontot adjak, azaz kétszer-enszer rendőrszeg pontot osztanak szét. Az utolsó versenyző szerencsétlen még, délegén a pontszámok közti különbség, számtanisak összeképete, annyi, látjuk, hogy van három betű, de látszik, hogy ez ennél lehet egyszerűsíteni, nem lesz ebből különösebb gond, egy kicsit rendezgetni kell, és minden rendben ki fog jönni. Nem is nézzék végig, remélem, hogy nem írtam el semmit, valószínűleg, hanem akkor jóra kell gondolni. Ugye kettővel összeszünk, ennél osztottunk, és ugye itt is N-1 van, a túloldal ráteszik, akik egy szép szorzat, tehát szép szorzat alakult ki, amiből rögtön lehet látni azt, hogy itt a 4-D, ugye két pi az pozitív, N-1 az pozitív, akkor a 4-D az nem lehet akármilyen pozitív vagy nulla, nem lehet akármilyen érték, az azt jelenti, hogy a D az 0, 2 vagy 4 lehet. Nézőpont külső nullával mi egyetemben foglalkozunk, én most azt el fogom tenni, hogy mindenki egyformán kapott, ha volt egy győztes, akkor de lehetne vele foglalkozni, volt egy ilyen, aki foglalkozott, volt, aki nem. Nem ez adja a tartalom, majd az érdekességét. D az 2 vagy 4. Figyelembe kell még vennünk azt, hogy 2016 pontot kapott a győztes, megint egy számítósatnak megfelelő képlet, egy kicsikét rendezgetjük, és a 4032 két egész szám szorzatára bontott. Ha D2, akkor az N az 673, ha D4, akkor N egyenlő 105. Aki azt mondja, hogy még ellenőrzés kell, de egyetlenül behelyettesítő mindenki, kijött, minden rendben van, meg lehet nyugodni, még egy szöveges választ kell adni. Következő, mivel minden fatnál akadékoskodtunk rendesen egymással, amikor a kapcsolatot összeállítottuk, meg a megoldásokat írtuk, akkor azért én belekötöttem ebbe a feladatba, mert ugye már a következő a tessék még gondolni. Mit is mondunk? Hogy van egy olyan internetes verseny, amelyik van 673 résztvevője. A legtöbb pont, a győztes szerez 2016 pontot, és kettesével lefele menve mindenki kapja a pontszámait, és ez a verseny, hát én azt mondtam, hogy hát ilyen vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor ez a megoldás. Ha nincs, akkor meg azt kell mondani, hogy ha négy évnek kerekelenne, ő legyen most volt igyos. Az azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy ez most csak akkor mondhatjuk és húzhatjuk alá, és mondhatjuk a választ, hogyha ez valóban lebonyolíthat. Én az első érzésem az volt, hogy ez nem lehet. Nem lehet olyan, hogy 673 résztvevő, az első az 200, mert mindenki kettő a keresett. Akkor ez mondja, hogy ezt körbe is adtuk, mert is hát a párnál, hát én azt mondtam, hogy ezt a versenyt, azt a padot ne tűzzünk ki. A Rubio azt mondta, hogy próbáljuk megnézni, hogy hát ha lehet. Néhány napig nem, tehát csak hogy megőrsítettem, hogy ezt ne tűzzünk ki. De tehát van a Gruff Andrea és a bizottsága, és azért ő csak ki dolgozta, hogy igenis, ez lehet. Ugyanúgy a 4-1-4-nél és 505. Akkor még a párosat se tettük bele, és a Gruff Andrea 4-1-0-1-2-3-4-re megmutat, hogy ez még lehet. A következő, én a 4-1-2 és a 2-t és a 4-et mutatom. Ha mindenki egyszer megjönne a kisebb sorszámot, a második mérkőzésen pedig döntetlen játszik, akkor a pontszámok ezek. Azaz van ilyen verseny. A következő, hogy a B-egyenlő 4, az N az 505, akkor nullával kezdődik, igen, lehet. Mindenki mindkétszer legyőzi a nála kisebb sorszámot, akkor a pontszámok ezek. Én nem hittem volna, hogy lehet. Nagyon ragasz módszer kell a három tűzés az egyhez, de van.
Csak azt mondtuk, hogy ezt a fatot azért második feladatként miért se tűzzük úgy ki, hogy az ellenőrzés az több munkát igényel, mint a megoldás. Tehát már egy pontért még ezt még gondolhatja, hogy ilyen nullára egyeket törölje, hanem ha tegyük azt, hogy ahol könnyű megmondani, a kettőt és a páros differenciát mondunk. És én megnéztem a dolgozatokat az első 10 helyezett dolgozatából. Első 10 helyezett dolgozatában 2 nem oldotta meg, ez adott csak részegen ugyanak. 8 megoldott, abból 2 nem gondolta arra, hogy ez megosatva-e, de 6 gondolt. És valóban meg is adta, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Tehát ez azért egy érdekes tapasztalat volt, és jó érzés volt ezt látni. Akkor a következő 12. évfolyam egyik feladata igazolja, hogy ha a P-polinom minden elvitthatója nem negatív hozzá, akkor X-polinom esetén PX-el P1-ből X-el nagyobb vagy egyből, mint P1-ből négyzetben. Ha ránézünk el a fatra, akkor ezt azt mondjuk, hogy hát ez valószínűleg valami egyenlőtlenségre játszhat. Így igaz. Mégpedig tegyük a következőt. Legyen a polinóm szokásos módon fölírva, ha egy per x-et helyettesítjük be, akkor azt kapjuk, és szorozzuk össze. Hogyha olyan tagokat szorzunk össze, ahol a kiterjő azonos csak költés nem, akkor az együtthatónak a négyzetét kapjuk, és ugye megkapjuk mindegyiket. Aztán, hogyha olyat szorzunk össze, ahol a nem azonos a kiterjő, akkor, ha mondjuk a k nagyobb, mint az l, akkor ugye olyan hatványt kapunk, aminek kiterjője k minusz l, és ezenek a két együtthatónak a szorzata van itt. De nyilván ez fordítva is szerepel, valahol van itt egy ak és van itt egy al. Olyankor pedig a nevezőben kerül ugyanaz a kiterjő, azaz k minusz l, de ugyanaz a szorzó tényező. Már is látjuk, hogy itt akkor ez mi fog múlni. Ugye egy szám és egy reciproka és egy pozitív számokról van szó, az nagyobb vagy egyenlő, mint 2. Helyettesítsük be. Ugye minden együttható pozitív, ez fontos, hogy pozitív legyen, mert ugye, hogy szorozzuk, akkor nem fog az egyenlőségnek az iránya. Akkor mit is kapunk? Hát kapunk egyrészt az együtthatók négyzetének az összegét, és kapjuk kétszer minden egyes lehetséges módon a szorzatot. Hogy ezt megmondjuk, akkor egy teljes négyzet, minden tag négyzete, minden kétszeres szorzat, az az együttható összegének a négyzete. És hogyha a polinomba behelyettesítünk egyet, akkor pontosan az együtthatóknak az összegét kapjuk, az az éppen P1-nek a négyzetét. Készen vagyunk. Megint érdemes azt megnézni, hogy volt olyan versenyző, aki arra is gondolt, hogy tisztázza, minden állt fel egyenlőség. Ugye az azt jelenti, hogy a reciproknál, ahogyha az egyre szám, de visszegyenlő egynél, de mivel ugye ott szorzunk valamivel, hogyha az a nulla, akkor is egyenlőséget kapunk, azaz, hogyha csak egyetlen hatvány szerepel, ANSZ-X az endemiken, akkor is egyenlőség van. Amikor nézegettem a gazdagot, úgy gondoltam, hogy körülbelül ezt össze kell szorozni, ez fog kijönni, ez biztos, hogy csak arról lehet szó, hogy egy szám meg a reciproka, vagy számtani bérteni között összefügg, és ugyanezt esetleg teljes négyzeté készít, és azt mondja, hogy valaminek a négyzete nagyobb, mint nulla. De nem csak ez szerepel. Következő, hogy ilyen vagy ehhez hasonló megoldások is voltak, ilyen, azt mondja valaki, hogy hát bevezett két ismeretlen, az egyik az legyen az, hogy AI x az ilyeniken, a másik pedig AI per x az ilyeniken. És azt mondja, hogy Busch és Schwarz-Wilkowski egyenlőtlenség. Aki azt mondja, hogy ezzel nem találkozik minden nap, annak a következőt mondom, hogy majdnem találkozik vele, mert hogyha arra gondol, hogy két vektornak a skaláris szorzatát hogyan írjuk föl, hogyha az egyik vektor két koordinátája A1, A2, a másik vektornak a két koordinátája B1, B2, akkor ennek a skaláris szorzata koordinátákkal kifejezve, ugye A1 x B1 plusz A2 x B2.
Mi a skaláris szorzatnak a definíciója? Egyik vektor hosszaszor, a másik vektor hosszaszorozva a közvetlen koszinuszával. Azaz, ez megegyezik négyszegyök, A1 a négyzeten, meg A2 a négyzeten szer négyzegyök, B1 a négyzeten, meg B2 a négyzeten szer koszinusz fi-vel. És ugye a koszinusz fi az ugye abszolút értékben egy vagy egynél kisebb, ezért, hogyha pozitívok a számok, akkor az igaz, hogy A1 szer B1 plusz A2 szer B2 az kisebb vagy egyenlő, mint a két négyzegyöknek a szorzata. De hát itt elvarag van, hát akkor, hogyha n-dimenziós térben skaláris szorzatot akarják definiálni meg a hosszat, akkor ugyanott vagyunk, az lesz az egyenlőséget könnyű megjegyezni. Mit tett az, aki ezt használta? Azt mondta, ugye B0-al B0 is van, összeszorozza ezeket. Ha kettőt összeszorozunk, akkor mindig az együttható négyzetét kapjuk. Pozitív az együttható, akkor a négyzetjükkel megegyezik a számmal. Akkor ez éppen a P1-nek az értéke. Mi van ezekkel a négyzetekkel? Hát a négyzetjükök nélkül A nőszor X a nulladikon, A egyszer X az egyediken, ez éppen a PX. Ha meg a C-ket helyettesítjük be, akkor ez éppen a P1-ben X. És akkor mit kaptunk? Az egyenlőség szerint P1 az kisebb vagy egyenlő PX-szer négyzetjű P1 per X, és ha négyzet emeljük, akkor megkapjuk az állítást. Azt szerintem is olyan szép megoldás. És ennek a gondolatkörébe tartozó megoldások voltak, tehát ugyanennek az egyensége, ezt a módszert is használták. Talán egy kicsit beletudtunk abba érezni, hogy milyen jellegű feladatokat tartalmazhatok az verseny. A feladatok megtalálhatók a versenyen a gimnáziumnak a honlapján, és azért mindenki gondolatot mondanék ehhez. Miért fontos ez a verseny szerintem? Azt hiszem, hogy mi azt mondjuk, hogy nekünk jó matematikusaink vannak. És ez honnan indulhat? Hát nyilván onnan, hogy onnan is, sok minden oka van ennek, onnan is, hogy milyen az oktatás, meg hogy milyen az a környezet, ahol a mi gondolkodásunk, mi fogalomalkotásunk, mi beszélünk a. Ez egyrészt a magyar nyelven, a magyar határokon belül, de azt hiszem, hogy azzal, hogy a magyarul beszélő az ottani országnak a más matematikus iskoláival is találkoznak, és onnan is hoznak ötleteket és gondolatokat, az azt hiszem, hogy a magyar matematikus társadalomnak a tudása, a módszer mindenképpen gazdagodik. És hogy ezt a kapcsolatot hol kell elindítani, hát azt hiszem, hogy minden korábbi életkorban, és ez a verseny erre mindenképpen lehetőséget és alkalmat ad. És még egy dolgot mondanék, még egyszer fölteszem ezt a könyvet. Például ennek az elején minden egyes versenyből egy-két oldalas beszámoló is van. Ezeket én olvasgattam és érdekes dolgokat találtam, és hogy félúton a 11. nemzetközi matematika versenynél, ami a Sepsis-Szentgyörgyön volt, a következő eseményekről való beszámolásnál az is szerepel, hogy a záró ünnepségen mindenki kapott egy emléklapot, mégpedig az az emléklap az a következő versészetet tartalmazta. Gita Lennének Számos Hungarikus színű verse. Nem vagyok túl jó előadó, de azért úgy gondolom, hogy ez hangosan is hangozzon el. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden egy magyart. Székelyek ott a vécek szikla mellén, hülyetek mellén. Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a Tóthegyek közt, és a Bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mellé. Ezt a verset rátettem a feladatnak a túloldalára, hogy a mai napon emléklapként ezt mindenki haza tudja mérni. És még egyet mondok, ami úgy voltam vele, hogy nyomtatásban megnézem, hogy ennek a versnek az egyik szövege micsoda. És ugye most az elektronikus könyvben ugye van ilyen a üteten, hogy ott szerepel, hogy minden magyar. Én erre így írtam, hogy ez a hivatalos szöveg.
De ebben a könyvben így szerepel, és én mégis így hagytam legalábbis a prezentációra, mert érdemes elgondolkozni, hogy minden különbség a között, hogy minden magyar és minden egy magyar. A magyar nép a sok minden szép dologra képes, szerintem ez is. És akkor már csak az van hát, hogy megköszönjem mindenkinek a figyelmét. Köszönjük szépen! Fűzek hozzá három dolgot. Tehát egyrészt azt, hogy az Eszter nagyon jó válogatott, nagyon érdekes ellentő feladatokat ebből, tehát tudtam is meg tudom erősíteni. A másik, hogy tényleg fantasztikusan változatos jellegű feladatokat, tehát küldtek be a kollégák nagyon sokat, hogy ez nagyon jó volt. A versenynek a hangulata tényleg nagyon, nagyon csodálatos volt, és ebben óriási része volt a két közszervezőnek, a Kis Gézának és a Nemecskó Istvánnak, hogy tényleg nagy élmény volt, úgyhogy ebben karcásán részt venni, mert persze mi többiek király, hajó kirándulás volt, meg előadás, az adni javítottuk a kis millió dolgozatot, hogy ez volt. Nem tudom, van esetleg a Hasinek még, bocsánat, kérdése, hozzászok, tessék. Hány részt előtt volt? 248 versenytő volt. 248 versenytő. És már 70 kísérő talán. Közel. És a győztesekről lehet valamit tudni, vagy azt, hogy nem érdekes ennyire, hogy honnan volt? Hát a 12-ben egy szakmánémeti fiú volt az abszolút győztes. De a legjobban a Mijeni mellett az erdélyek szerepeltek, és a leggyengébben a Kárpátaljára. Szóval nekik már nagyon nagy hátrányok. Viszont hangosan azt hiszem, hogy nagyon nagy hátrányok vannak a tekintetben. Szerintem erdélyen minden év folyamon szokott lenni olyan gyerek, aki pariban van. Igazából a 248 versenyző az úgy területileg úgy oszlik meg, hogy a magyarok voltak körülbelül, a magyarországi magyarok voltak 100-an, az erdélyiek körülbelül 70-en, a felvidékiek 40-en, a délvidékiek 25-en, a kárpátaiak 20-an. Most csak úgy kellett, nem készítettem meg szokosan. És hát az évfolyamok közti megosztása semmiféle megkötés nem szokott lenni. Tehát ahogy nevezik őket, úgy érkeznek, de az évfolyamok között is voltak kétszámbeli átkezések, hát még a 9. előnyékesebb. De az eredmények tekintetében azt mondom, hogy az erdélyi gyerekeknél van jó néhány ilyen központ, tehetségközpont, ilyen a Szatmárnémetiben is van, a Kovács Béla, Kovászfali, a Kölcsei Főgimnázium és a köre, aztán a Székely udvarhelyen nagyon jó Tamási Államvicem, ott van Batambita tagozat, és aztán Szeredában is mindig vannak ügyes gyerekek a Bátorárokban, Marosvásárhelyen, Kolozsvárban. Tehát ez minden vannak mindig ügyes gyerekek, és délvidéken van egy zentai tehetségmozó központ, tehát azt mondták, hogy nem jó egy tehetségmozó központ. És hát a felvidékiek mostanában gyengéken szeretnek, a korábbi évekért mondtak mindig. És mindegyik évben volt határon túli elsődíjas is. Úgy gondoltuk, hogy több elsődíj, másodíj legyen. És végül is az élet úgy hozta, hogy a felajánlható tabletek számon megszakadt az elsődíjat. 12 tabletet tudtunk adni ajándékba, tehát az elsődíjasok tabletet. Ebből 4 felajánlásból született a másik 8 napon ilyet a vásárlásra. A verseny támogatta Lajos Erzsének az indításával kezdődött, úgyhogy kérdezte, hogy az Emmitől kértünk a pénzt. Hát a pénzt azt nem kértünk, majd elmentünk a büfébe kávézni, és akkor Erzsik odalépett egy hölgyhöz, akit én sose láttam, és mondta neki, hogy elnézést ámtitkálsz, hogy szeretném. A szerencsétlen valami zöldséget, vagy szőlőt vásárolt, Erzsi lekapcsolta rögtön, és akkor ilyet éve volt, hogy küldjük valamilyen pályázatot, és akkor ez volt az egyik gondolat, amiben azt hiszem, hogy valamilyen pénzmaradványból lett ott a 4 millióban, de tényleg így indult az egész. És a másik része pedig a nemzetpolitikai államtitkárság támogatta 8 millió forinttal a verseny, meg a fájlódás alapítványa OTP, a Wolf László vezérigazgatóhelyettesen keresztül jutottuk el oda, meg jó néhány szülő vállalkozás kisebb összegekkel.
Hát és amikor az operás kedvezményes volt. Az operás kedvezményes volt, ott is egy olyan szülő volt, akinek a gyereke járt a Veszprémi Tehetségoktató Programra, és űrdobol a papa ott az opera zenekarában, és akkor egy valahogy eljutott Onkovány Szilveszterig, aki azt mondta, hogy a szokásos kedvezményt azt megtaláltuk. De sok ilyen volt azért. De még nincs vége. És hatalmas összefogás hozta, tényleg rengeteg ember dolgozott, csomó diák voltak beszervezve, akik foglalkoztak, csináltak, tényleg egy nagyon, nagyon összméti dolog volt, és nagyon jó.